Ennyi maradt a lakástűz után egy kenderesi család életéből. A melléképületben felcsapó lángok átterjedtek a lakóházra. A férj próbálta menteni a menthetőt, de végtagjain és az arcán súlyos égési sérüléseket szenvedett. Jelenleg is kórházban ápolják. Miközben a feleség és a gyermek a romok között próbálja fenntartani magát. Külsőre nem feltétlen látszik, hogy mennyire sérült statikailag. Amit már tudunk egyelőre, az biztos, hogy a teljes tetőszerkezet, mestergerenda megsérült, a lemezborítás alatti szigetelések kiégtek, a gerendák szenesedtek el, teljes bontást és újraépítést igényel. Az utolsó csavarhúzó is a lángok martaléka lett, így a férj, ha egészséges lenne, nem tudna mihez fogni. Úgy pedig, hogy hetekig tartó kórházi kezelés után a felépülése várhatóan hónapokig fog tartani, az asszony helyzete reménytelennek látszik. Gyermekemmel én itthon vagyok, mivel hogy ő erősen mozgássérült kerekesszékes. Mi egyedül ez ilyen helyzetben, hogy férjem felépülése is hosszú idő, illetve anyagilag sem bírnánk helyreállítani az épületet. Nagyon kellene valami segítség, hogy akár munkálatokban, akár anyagban, akár pedig anyagi segítség, nagy segítség lenne, hogy újra rendezni tudjuk az életünket. Az asszony közzétette azt a számlaszámot, amelyre a pénzbeli segítséget várja. Ugyanakkor, aki más módon tud a teljesen kilátástalan helyzetbe került családon segíteni, az a kenderesi polgármesteri hivatalon keresztül tud kapcsolatba lépni velük.